ezt az előadást dr. Kerekes Jenő akadémikus professzor úr emlékének és dr. Csetrielek történész akadémikus emlékének szenteljem, akikkel közösen az RMKT akkori elnökével, Somai József úrral, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy diákorom óta a Közgazdász Fórumban közel 13 éve sorozatosan a vállalkozási és személyi együttműködések, vállalkozási típusok történetéről és a Somai József által szerkesztett kötetekben pedig az erdélyi gazdasági gondolkodásról és az európai és a romániai magyar, ezen belül az erdélyi száz román és magyar szövetkezeti mozgalom történetéről írhattunk. Az előadásom témájával bele is kezdenék. Egy rövid történeti fölvezető után a jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság idején megmutatkozó szövetkezeti helytállás mikéntjeiről és best practice-eiről fogok beszélni, és kérem az elnök urat, hogy jelezzen majd időben, ha esetleg túlnépném az időt. A két ENSZ főtitkártól kölcsönzött idézet arra utal, hogy a szövetkezeti vállalkozói modell a piacon az etika, a társadalmi befogadás fontosságát hangsúlyozza, a társadalmi felelősség pedig nem ellentéte a gazdasági hatékonyságnak, hanem mindkettő egy időben követhető és megvalósítható. A szövetkezeti értékrend az emberközpontú gazdaságot és demokratikus befogadott társadalmat közel két évszázada egyetemes alapértékek és működési alapelvek mentén szolgálja. Ilyen alapelvek az önsegély és kölcsönösség, önigazgatás és együttműködés, valamint a képzés, a közösséggel, a környezettel való törődés. A szövetkezeti értékrend stratégiai célja állandónak és kikezdhetetlennek bizonyult. Az emberközpontúság, a demokrácia, esélyegyenlőség a gazdaságban, a szövetkezeti gyakorlatban és elméleti munkánkban jelent meg, vált gyakorlattá, majd innen terjedt át más üzleti vállalkozásra is, mint például a Value and Mission Statement, a vásárlási visszatérítés, a Mitbestimmung, amelyet a német szociális piacgazdaságban vezettek be Konrad Adenauer és a Erhard idején, valamint a stakeholder modellnek a meghonosítása a közgazdasági elméletben és gyakorlatban. Kelet-Európában sajnos fél évszázad kommunizmus, tervutasításos gazdasági rendszer, majd az ezt követő 25 éves átmenet után sem könnyű sajnos a szövetkezeti mozgalom értékrendjéről, alap- és irányelveiről, sem realitásáról, időszerűségéről beszélni sajnos. Az előrelépés a Magyar Tudományos Akadémia, valamint egyetemeink közgazdasági és történeti karainak, valamint az RMKT hozzáállásának köszönhetően először is az eszmei hátteret és gazdaságtörténeti múltját igyekeztek feltárni ennek a mozgalomnak, amely paradox módon számunkra, kelet-európaiak számára mégis olyan gazdasági társadalmi vállalkozói forma, amelynek a fejlett államokban és még a fejlődő országokban is, a harmadik világnak nevezett térségben is van folyamatossága, vagyis a hajdani gyarmatokon, viszont a posztszocialista államokban, így Romániában is, 25 évvel később a rendszerváltástól kezdődően a szövetkezeti intézményrendszer sajnos még nem indult újra. De a mai előadás folyamán, majd a szünetben is pozitív példákat fognak hallani, és tapasztalni is, ez meglepetés lesz a résztvevők számára. Ugyanakkor a gazdaságtörténeti kutatásaink azt is kimutatták, hogy az államosítás megelőző időszakban, bő egy évszázadban jó és kiváló eredményeket mutatott föl mind gazdasági, pénzügyi, mind társadalmi érdekvédelmi téren, sőt, nemzeti, kulturális szempontból is jelentősnek volt mondható a szövetkezeti mozgalom.
legtöbb nemzeti szövetkezeti mozgalomról, sőt a kisebbségiekről is állítható, hogy gazdasági funkciója mellett kulturális, szociális és társadalmi politikai szerepet is betöltött azáltal, hogy a mozgalom vertikális és horizontális hálózati szerkezete, jóval megelőzve a klasztereket, demokratikusan tagolt és delegált képviseleti intézményrendszere lehetővé tette gazdasági, pénzügyi, kulturális, valamint társadalmi mobilitást elősegítő és politikai érdekképviseleti mozgosító funkcióinak betöltését is. Ha megnézzük a válságok során, és erről idén a Magyar Tudományos Akadémia Agrárkutató Intézetében áprilisban szervezett konferencia előadói és a Magyar Tudományos Akadémia tematikus száma is tanúskodik, a szövetkezetek az úgynevezett kizárólag profitorientált vállalatokhoz képest nemhogy csökkennének mind gazdasági, mind tagsági mutatóiban és pénzügyi mutatóikban, hanem paradox módon növekednek. Így például a szlájdon látható alapszabályt 1844-ben írták, akkor, amikor az Erdély Gazdasági Egyletet is megalapították Erdélyben. A Manchester melletti rozsdélyi szegény munkások, akik a szegénységből pont azáltal emelkedtek ki, hogy fogyasztási szövetkezetükben saját szükségleteik, alapélelmiszereik beszerzését oldották meg, ezáltal reálkeresetüket, életszínvonalukat emelve, a szövetkezet jövedelméből pedig iskolát, lakóházakat és földet vásároltak. 1848-at követően a Rajna mentén Friedrich Wilhelm Raiffeisen, akinek a nevét máig a legsűrűbb európai hitelhálózat is viseli, tehát Raiffeisen az éhínség által sújtott közösségek számára előbb karitatív szervezetet, majd okulva a karitatív szervezetek tanulságaiból, 10 évvel később már önsegélyező, falusi, előleg és takarékegyleteket, hitelszövetkezeteket alapított, akárcsak ugyanebben az időben Schulze Delitzsch a kisiparosok számára. Sőt, Franciaországban meg bortermelő vidékeken a filoxéra és peronoszpóra által tönkretett franciaországi szőlősgazdák kieső jövedelmét, megélhetését az 1880-as, 90-es években alapított tejfel dolgozó szövetkezetek pótolták. Közelebb jövve Közép-Európához, az Osztrák-Magyar Monarchiában az elmaradottabb vidékek régiók fejlesztését, tulajdonképpen a mai vidékfejlesztés előzményét vezették be, azáltal, hogy a tulajdonképpen a gazdakörök ikertestvéreiként megalapított és működő szövetkezetek közreműködtek ebben a vidékfejlesztésben. Természetesen minisztériumi szakkoordinációval. A mezőgazdasági állatnemesítést és értékesítést, gépesítést, hitelellátást és biztosítást, állatbiztosítást, életbiztosítást, sőt, a gazdasági javak, a gabona, a termékek biztosítását is ezelőtt 100 évvel rendszerszerűen úgy oldották meg, hogy amint a következő statisztika is mutatja, ezelőtt 100 évvel sokkal sűrűbb volt csupán a szövetkezeti és gazdaköri hálózat, mint manapság akár a civil szervezetek hálózata, hogy a háttérben meglévő tartaléktőkékről és saját tőkékről, valamint a hitel feltételek enyhítésének a jelenségéről ne is beszéljünk. Ezen a térképen a két világháború közötti Romániához csatolt párciumi, bánsági és belső erdélyi székelyföldi szövetkezetek láthatók. A körök arányosak a taglétszámmal, a sárga pöttyök, a sváb, a bánsági svábokat, valamint a besztercei és dél-erdélyi szászok szövetkezeteit jelölik, a kék pöttyök pedig a román szövetkezeti mozgalom társadalmi penetrációját. Akár csak a dániai, hollandiai és ír mezőgazdasági termékeket ugyancsak szövetkezetek szállították, mind ezekről az említett vidékekről Anglia ipari központjaiba és urbánus felvevő piacaira, mind a két világháború közötti Erdélyben a romániai-magyar szövetkezeti központ támogatásával létrehozott tejszövetkezetek, amelyek nem fogják elhinni a bukaresti tejpiac és vajpiac
felét látták el, a másik felét a beszarábiai 100 szövetkezetek látták el bruttó vaj termékekkel. És ha megnézik, hogy a székely akció során alapított több mint 100 tejszövetkezetből 18 végére a háború pusztításai miatt ugye Székelyföldön csupán 49 létezett, azok is eltűntek a 20-as évek inflációja és gazdasági válsága hatására. Paradox módon pont 1929-től kezdődik ezeknek a tejszövetkezeteknek a növekedése, ugyanis a hitelválság, valamint a fogyasztóerő csökkenéssel, a bérollóval, meg az árolló megjelenésével olyan diversifikációra volt szükség, és ezt csak hálózatban lehetett megtenni, amelyek az úgynevezett piaci űröket célozták meg, és olyan termékeket dobtak piacra, technológiai újítással és természetesen tőkebefektetéssel, amelyekre Romániában még nem volt konkurencia, és ezáltal tulajdonképpen kvázi monopóliumot élveztek. Ez a nisé, ez a piaci űr pedig egy olyan konjunktúrát teremtett, amely nem csak a tejszövetkezetek számát növelte, miközben a hitelszövetkezetek stagnáltak, az akkor a román kormány által bevezetett hitelmoratórium és a bankzárlatok miatt, hanem olyan konzervgyárak, burgonyafeldolgozó telepek, sőt, egyéb termékeket, döntően mezőgazdasági termékeket, de ipari, kisipari, háziipari szövetkezetek is megjelentek, amelyek nem csak a hazai piacra, hanem exportra is képesek voltak termelni. Így például a megnövekedett vaj és tejtermék gyártás, amelynek saját márkája is volt, regisztrált márkája a Transzilvánia vaj, ezeket a konstancai kikötőn keresztül hajóval Görögországba, Palesztinába és Angliába exportálták 1936-tól kezdődően, amikor a marosvásárhelyi tejüzemet hozták létre, szövetkezeti tejüzemet, valamint a székelykeresztúri tejüzemet. Ez a látványos fejlődés a bécsi döntés következtében a minisztériumi támogatások szabaddá válásával, amelyeket ugye állami intervencionizmusnak is nevezhetünk, de ha megnézzük a jelenlegi közös agrárpolitikai támogatásokat és az európai támogatáspolitikát, akkor tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az osztrák-magyar monarchiában bevezetett iparlétesítési támogatások, valamint a mezőgazdasági támogatások olyan intézményi struktúrát hoztak létre, amelyben nem volt korrupció, legalábbis ismereteink szerint biztos, hogy egy-két helyen mindig voltak kutyautasok, de arra az eredményre jutottak, hogy több ezer hitelszövetkezet, több ezer fogyasztási szövetkezet, amelynek szintén saját márkája volt, máig élő márkája, legalábbis az emlékekben és Magyarországon máig tovább él a Hangya fogyasztási értékesítő és feldolgozó szövetkezeti központnak és nagyon sűrű hálózatának az emléke, amelyek kvázi minden községközpontban léteztek, tehát a legsűrűbb társadalmi szervezetként működtek. Ez csak Székelyföldet ábrázolja, de hasonló hálózat működött Kalotaszegen is és Pártiumban is, látták a sűrű térképet. És az egyik jó hírem, hogy tavaly, amikor az egész világ, ugye több mint 1 milliárd szövetkezeti tag létezik, él a világban, szerencsére, sajnos kevesebb Kelet-Európában és a posztszocialista államokban, de 2012-ben az ENSZ nemzetközi szövetkezeti évet hirdetett, és 2012-ben sikerült újraalakítani azt a székelykeresztúri vajgyárat, mégpedig tipikusan szövetkezeti módon, hogy a csődbe ment tejgyárat a helyi gazdák, megalapítva a Kükülömenti mezőgazdasági szövetkezetet. Ez volt akkoriban a 30-as években is a legsikeresebb Siemens tehenészetet fenntartó
úgynevezett szindikátus, vagyis szakszervezet érdeképviselt az akkori elnevezésekkel, és idén, pont ebben a hónapban ünnepelték fennállásuk egyéves évfordulóját, és reméljük a példa ragados lesz. Szünetben pedig egy új meglepetés várja a résztvevőket. Kolozsváron újra alakul a Pitvarházi Ipari Szövetkezet, amelynek hát Betlen Lászlóné Teleki Margit volt az elnöke, és Kós Károly volt az ügyvezetője, és nemzetközi világkiállításokon képviselte az erdélyi házi ipart és női divatgyártást. Amint látjuk, a társadalmi felelősség nem elszigetelten működött, a szövetkezetek önmagukban vertikálisan egymás között, valamint megyei és erdélyi központokban tömörültek, saját üzemeket fenntartva, saját infrastruktúrával, saját gépparkkal, például a Pandja üzem Nagyenyeden 1906-os alapítása óta saját pincészettel, likőrgyárral, hordógyárral, marmaládégyárral, konzervgyárral és saját vasúti szárnyal és raktárral rendelkezett, saját gépkocsi parkja volt, és ezekben a nagy központokban Arad, Nagyvárad, Szatmár, Kolozsvár, Vásárhely és Udvarhely saját úgynevezett tranzító raktárakkal rendelkezett. És önmagában a szövetkezeti hálózat sem létezett légüres térben, ugyanis szinte iker szervezete volt az Erdélyi Magyar Gazdák Egylete, Egyesülete, az akkori legnépesebb 40 ezer tagot magába foglaló érdekvédelmi szervezet, egyféleképpen az RMKT elődje is talán, valamint a gazdasági szakoktatással is, ugye az 1869-ben Kolozsváron alapított mezőgazdasági akadémiával, a mezőgazdasági iskolákkal, amelyeket Trianon után önerőből kellett föntartania a kisebbségi magyarságnak, de ezt pont ennek a több mint ezer szövetkezetből összetevődő, gazdaságilag igencsak erős hálózatnak köszönhette. És azt is el kell mondani, hogy a bankvárosok nem konkurenciái voltak a szövetkezeti hálózatnak, hanem komplementer módon tulajdonképpen zsíroszervezetei, zsírobankjaiként működtek a szövetkezeti hitel intézmények irányába. És olyan adataink is vannak bizonyos évekből, amikor a szövetkezeti hálózat alapjaitól több takarék betét gyűlt, mint amennyi hitelre szükség volt. Ez igaz mind a 100, elsősorban a 100 szövetkezetekre, de nagyon sok jó példát találunk a magyar szövetkezetek esetére is. És amint már mutattam, a pénzügyi válság 29 és 33 közötti időszakában, amikor kvázi bankzárlat működött Romániában, olyan új piaci űrökre termelő élelmiszeripari, a már említett jó példákat, kisipari, sőt, vendéglőket és teivókat működtető diák és iskolaszövetkezetek működtek, amelyek tulajdonképpen a legszegényebb vagy a leszegényedő középrétegek jólétét és életszínvonalát növelték. Hogy ne éljek vissza mindenki türelmével, néhány példával szeretném még illusztrálni ezt az igencsak gazdag és jogutódlásra méltó örökségünket, patrimóniumunkat. Ugye adjuk fel biztosításainkat szövetkezeteink útján központunk biztosítási osztályához. A Magyar Történelmi Egyházak saját biztosító intézetet hoztak létre üzletrészjegyzéssel, a Minerva biztosító részvénytársaságot, amely természetesen a Minerva könyvkiadó részvénytársasággal is kapcsolatban állt, és amint látjuk, szövetkezeti tagjai 40%-os tartalengedményt és 20%-os szövetkezeti engedménnyel köthették meg biztosításaikat. Ez azt jelentette, hogy ez a 60% a helyi szövetkezetnél maradt,
forgott tőkeként. És mivel a címben is jeleztem, a Migró, amelyet a két világháború között részvénytársaságként alapított Gottlieb Duttweiler 1941-ben szövetkezetté vált, és föltehetném a találós kérdést, hogy találják ki tisztelt résztvevők, hogy melyik cég vagy hálózat nyújtja a legtöbb munkahelyet Svájcban. Egyesek a svájci dicskára, mások a svájci órára tippelnének. A Migró hálózat, amely tudtommal a LÁM alapítványt is támogatta, legalábbis a svájci szövetkezeti hálózatok támogatásával jött létre, vagy erősödött meg. Azt is elmondhatjuk, hogy például a kőolajválság idején egy olyan piaci űrt is megcéloztak, mint például az üzemanyag kereskedelem, így jelenleg 218 benzinkutat működtetnek, gépkocsi szervizeket, sport és szabadidőközpontokat, valamint óriási hányadot képviselnek az élelmiszerpiacon, és ha megnézzük, a koncern óriási forgalmát milliárd frankokban mérhető. Brendjei és termékpályai között szerepel a Microbio és az Iban.fly garancia. Ez nagyon hasonlít a bretányi szövetkezetek és a francia szövetkezetek által létrehozott bretányi termék, szinte azt mondtam, hogy székely termék, valamint az Agri Confiance termékpályára, amely villától villáig, de la fourche à la fourchette garantálja az élelmiszer lánc bio jellegét. A szövetkezetek egyik nagyon fontos jellemzője, már 1844-ben alapszabályba foglalták ugye Angliában, hogy az éves jövedelem bizonyos százalékát, általában 20%-át a szászok és főleg a száztakarékpénztárak éves jövedelmük 50%-át fordították urbanizációs közjóléti célokra. Például 2000-ben a Migros 190 millió frankot fordított közjóléti célokra. Természetesen pénzváltókkal is rendelkezik, meg takarékpénztárakkal, akárcsak a kicsit baloldali hagyományú Coop Schweiz, a Förband Schweizer és a Konsumverband utóda, amely ugyancsak a 70-es években egy strukturális reformon átesve a második legnagyobb foglalkoztató Svájcban 45 ezer alkalmazottal, a Migró 80 ezer alkalmazottat foglalkoztat és fizet, de a Coop hálózata a legnagyobb életszámú szervezet több mint 2 milliós tagságával. És természetesen nagyon sok bankfiókot, ők is megizlelték a Coop üzemanyag töltőállomások megindításának a sikerét, és a legkiterjedtebb bankhálózat Svájcban a Raiffeisen Egyesület Svájcban, ugyanis minden harmadik bankfiók a Raiffeisen csoporthoz tartozik, és az utóbbi időben, amint a foglalkoztatóknak kétszeresére növekedése is mutatja, igen, csak látványos terjeszkedésen mentek keresztül. A svájci, a német szövetségi köztársaság béli, valamint az osztrák Raiffeisen szövetség, valamint a Schulze-Delitzsch féle takarék szövetkezetek központjai, a Volksbank 80-as években univerzális bankokat hoztak létre, sőt bankhálózatokat, mint a tehát az általuk működtetett uniók, és főleg Kelet-Európában terjeszkedtek és privatizáció során vásároltak. És még egy 80 ezer munkahelyet létrehozó brandről, szövetkezeti brandről kell beszélnem, amely Baszkföldön tipikus kisebbségi környezetben született, abban az időben, amikor a baszk történelmi autonómiát a franco diktatúra megszüntette, 1941-ben egy szociálisan érzékeny katolikus lelkész támogatásával, öt mérnök közgazdász összefogásával megalapították első kis műhelyüket, és mára, amint a The Guardian is jelzi, Spanyolország gigantikus szövetkezete, amelynek óriási forgalma van,
hitelhálózata, fogyasztási szövetkezeti hálózata, szervizhálózata és biztosító szövetkezeti kiterjedt klasztere működik, sőt, globális beruházóként Kolozsváron is van egy anyavállalata. A jó reputációjukról tehát tovább mazsolázhatnánk, például a Holland Rabobank az ország lakosságának felé tagságaként tudva a legnagyobb mezőgazdasági bank a világon, és a rating cégek szerint a harmadik legbiztosabb bankként van nyilvántartva. Minek köszönhető a szövetkezetek helytállása? Természetesen nagyon sok elemzés lehet ezekről olvasni. A jellegzetességeiket 6 fő kategóriában jelölhetem meg összefoglalásként. Tehát a tagsági tulajdonlás nem nagyon engedélyezi, tulajdonképpen megvétózza és lelassítja a spekulációs jellegű, kizárólag spekulációs jellegű tőkeberuházásokat, ezért kisebb veszteségeik vannak. Az ügyfél érdekének elsődlegessége, márpedig a szövetkezetek arra törekednek, hogy az ügyfeleik egyszerre tagjaik is legyenek és üzletrészeseik, tehát nem kockáztatják annyira a reputációjukat. Magas a tőkésítettségük, ugyanis a kultúrprocent mellett, a közjóléti célokra adakozott célok mellett kötelező módon tartaléktőkéket halmoznak fel a 19. század óta megjelenő alapelv értelmében. A profit természetesen nem civil szervezetek, tehát elengedhetetlen tényező, de ismétlem nem spekulatív célokkal szerzett profit, és vállalják azt, hogy konzervatív üzletviteli modellt vállalnak, és a magas kockázatú befektetésektől, például a subprime hitelektől tartózkodnak. Amint láttuk a Raiffeisen csoport esetében is, a legsűrűbb fiókhálózattal rendelkeznek, és tulajdonképpen mindezek, és ezzel zárom, pedig még van néhány szlájd hátra, a válság hullámverései közepette tulajdonképpen nem csak a szövetkezeti bankok, hanem a szövetkezeti vállalatok is hagyományaikra építve emberközpontú és ügyfélközpontú, tagközpontú alapelveiknek köszönhetően egy olyan biztonságos kikötőt jelentettek az ügyfelek számára, amely vonzó volt Nyugat-Európában, és vonzó máig is, főleg 2008 és 2012 között, például miközben Anglia gazdasága mínusz növekedést mutatott, vagyis csökkent 5%-kal, addig a szövetkezeti forgalom 15,8%-kal növekedett. Valamint itt látják a cooperative through fair trade, tehát olyan piaci niséket, mint az etikus vagy helyi gazdaságokba való bekapcsolódást és ezeknek a dinamizálását, vagyis az egymást ismerő emberek bizalmát felhasználva tulajdonképpen óriási növekedést tudtak fölmutatni a recesszióban lévő úgynevezett kizárólag profit típusú vállalatokhoz képest. És amit még el lehet mondani, tekintve mind a múltbéli, mind a jelenlegi pozitív példákat, hogy sajnos abban diszkriminált a legsűrűbb és a legsikeresebb vállalkozói klaszter a világon, hogy a gazdasági, történelmi karok nagyon kevésbé foglalkoznak ezzel a vállalkozói típussal, amely ugye nem a mainstream közgazdaságtan kedvence, de szerintem egyre inkább a bizalom válság idején a bizalomra építő és az egymás kölcsönös megismerésére, illetve egymás kölcsönös személyes ellenőrzésére alapozó
etikus gazdasági vállalkozások jövője, amit az utánam szóló is mutatni fogja, biztosított és a legjobbakat kívánom számára. Köszönöm a felkérést!